Ma tartják az összmagyarság egyik legjelentősebb vallási ünnepségét, a csíksomlyói búcsút. A koronavírus járvány miatt tavaly elmaradt a zarándoklat, idén azonban bár korlátozott létszámmal és a biztonsági intézkedések betartásával ismét lehetnek hívők a csíksomlyói hegy nyerekben. Az ünnepi szentmise jelenleg is tart. Kapcsolunk is a helyszínre, ott van tudósítónk Száva Enikő. Enikő, idén hogyan zajlik a csíksomlyói búcsú? Hogy felismerjük a veszélyt, a nehézséget. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Korlátozásokkal ugyan, de együtt lehet a világ magyarsága itt a csíksomlyói nyerekben, ahogyan te is említetted. Jelen pillanatban zajlik az idei pünkösdi búcsú szónokának beszéde, aki nem más, mint Salamon József, gyimesbüki plébános, aki Lujzika Lagorból származik. Eddig még soha nem volt arra példa, hogy Csángó magyar plébános beszéljen itt a zarándokokhoz. Nagyon sokan vannak, nagyon meglepően sokan jöttek el. Magyarországiakkal is találkoztunk, akik utolsó pillanatban gondolták meg magukat, és eljöttek, mert hallották, hogy a korlátozások a határon már nem olyan szigorúak, illetve most be lehet jönni Magyarországról Romániába karantén kötelezettség nélkül. Nagyon sok vándorrobotot és imaszalagot láttunk. A lovas és gyalogos zarándokok elhozták azoknak a közösségeknek az imaszalagjait, az imaszándékait, amelyek nem tudtak eljönni ide a csíksomlyói búcsúra. Például Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár elhozta az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából elküldött imaszalagokat, és Molnár Levente, Liszt Ferenc díjas operaénekes pedig azt vállalta, hogy Mária Pócstól elgyalogol Csíksomlyóig, és összegyűjti azoknak a közösségeknek a szalagjait, amelyek szívesen itt lennének és osztoznának ebben az öröm ünnepben. Ő képviseli a Mária út zarándoklatát. Az egyházi szónokok köszöntötték pár perccel ezelőtt az egybegyűlteket. Urbán Erik, az Erdélyi Ferences rendtartomány vezetője azt hangsúlyozta ki, hogy élő hitünk jele az, hogy itt vagyunk ilyen sokan a csíksomlyói nyerekben. A Duna Televízió élőben közvetíti a szónoklatot, meg lehet hallgatni. Száva Enikőnek köszönjük szépen!